Az, hogy leülök a földre egy ember mellé, hol történik az meg, hogy a magyar ember ezért előveszi a csomagjából az egyetlen maradék törülközőjét, és elán teregeti, hogy én ne üljek a földre. Most már egyre több az olyan betegség, akik azért hetek óta itt vannak, és most már a bőrbetegségek meggyógyulnak, és jönnek a mindenféle felgyógyászati betegségek is. Hát egyre több a légúti betegség, hasmenéses betegségek, nagyon sok vesekő. Nyilván, hát részben, miután csomó ideig gyalogoltak, nyilván nem jutott beléjük belőlük folyadék, nyilván nem táplálkoztak normálisan. Nem mernek, tehát hiába mondjuk nekik, hogy a Csabból jövő víziható, nem nyúlnak hozzá. Én egyelőre egyetlen egy esetben láttam egy olyan fiút, akinek felmerült bennem, hogy szifiliszes. Amikor elkezdtük csinálni, akkor ez ilyen nagy kérdés volt, hogy mi lesz ebből, hogy a muszlim férfiak, vagy hogy a nőnek, meg egyáltalán hogy lehet hozzájuk érni. Hát teszem hozzá, hogy semmiféle gondom nem volt a dologgal, de azért ez egy ilyen nagyon nagy döntés nekik, hogy ő letolja a gatyáját, és megmutatja mindenféle bőrfolyamatait. Tehát, hogy te gumikesztyű nélkül dolgozol, ez nem túl nagy bátorság? Lehet, hogy az. Erre nem, tényleg nem tudok választ adni. Nekem egyszerűen, de ez csak egy teljesen szakmaiatlan, ilyen emberi érzés, hogy én láttam azt a jelenetet, azt gondolom, hogy mindenkinek látni kellett volna, amikor a nyugatiban elhajtották a hasmenéses történetben az embereket, és ott megjelentek a rendőrök maszkban, gumikesztyűben. És így valami olyan szintű rémületet keltenek az emberekben. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy egy emberi lényhez nem nyúl a gumikesztyűben, hanem okvetlenül muszáj, mert az nekem egy ilyen nagyon fura, idegen, vagy nem is tudom, olyan. Tehát ez a... Nem. Tehát egy emberi lény megérintéséhez nekem így a kezem kell, és nem a gumikesztyű.